Sok szeretettel köszöntök zöld csütörtökön mindenkit. Tudja még valaki, hogy ezt zöld csütörtöknek hívják? Miért? De ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért. Ekkor készítettekre és zöld lombbal díszítették régen a templomokat. De ez olyan régen volt, hogy már nem tetszenek rá emlékezni. A Kecskeméti Rádió kért tegnap, már nem tudom, mert összefolynak a napok, mert tegnap előtt Sátoraljaújhelyen voltam, tegnap Miskolcon, igen, tegnap kért egy interjút húsvétről, a húsvéti szokásokról, de valamikor majd holnap valamelyik magazin műsorban jön, akkor őt elmondom részletesen, ha ki nem vágták, ezt nem tudom. Egy kis ismétlés, ugye ez a tudás anyja. Azt mondtam, hogy egy egyház addig él, amíg a mai élet mai kérdésére van mai megoldása. Ezt a mai, azt úgy kell elmondani, hogy a régi éljen a maiba. Tehát nem úgy van, hogy leváltom a régit, eldobom, hanem ez egy érdekes folyamat, ez olyan folyamat, mint mikor a szerpentinen megyünk fel egy hegyre, ugyanarra a pontra, csak magasabb szinten elérkezünk újra és újra, így megy előre minden év. Mert ami él, az változik, ezt is elmondtuk. Azt is elmondtuk, hogy ha egy egyházzal meg akarunk ismerkedni, és egy egyház élni akar, négy terület van, ahol figyelni kell rá. És ezt a négy területet most én egy bibliai igével hadd mondjam el, az egyház születése, ugye pünköstkor történt. Pünköstről az apostolok cselekedeteinek második fejezete, a 42. versben azt mondja, elnézést kérek, én Károly jól tudom kívülről, elolvashatnám most, de fejből mondom, hogy és foglalatosak valának, már az apostolokról van, az első gyülekezetről szó, négy dolog van. Foglalatosak valának az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Nézzük ezt a négy területet. Az imádság az Istennel való kapcsolatunk. Az imádság egy kommunikációs közösség az Istennel. Az apostolok tudománya az egy intellektuális tevékenység, mindig újra és újra az apostolok tudományához kell mérni azt, ahogyan látjuk az életet. Újra és újra az apostolokon tájékozódik az egyház. Azután azt mondtuk, hogy a közösségben. Az egyháznak mindig van szociális felelőssége, tehát nem csak a materiális szférában, hanem a szociális szférában is keresztényeknek kell lennünk, illetve a spirituális szféra betör a materiális és szociális szférába, és ott alakít ki velünk egy harmóniát. Ugyanakkor a negyedik pedig az, hogy a kenyér megtörésében. Ez nem egyszerűen az úrvacsorát jelentette ebben az időben, vagy a mise áldozatot jelentette, attól függ, hogy milyen vallásiul mondom most, hanem a kenyér megtörése Jeruzsálemben a közvetlen materiális igények kielégítését jelentette, hiszen mindenük közvala összeadták, amiuk volt, és a kenyér megtörése a materiális élet feltételeinek a biztosítása. Tehát, ha a kereszténység élni akar, erre a négy szférára Isten, teremtett világ, spirituális, tehát szociális, így mondom, és intellektuális igény kielégítése, ez a kereszténység feladata. Ha rövid zárlatos bármelyik, akkor a kereszténységben probléma van. Betör a világ igénye, és a kereszténységen belül elindul egy bizonyos feszültség. És most az dönti el, hogy mi lesz ebből, hogy reformáció lesz-e, vagy egyházszakadás lesz, hogy az egyház egésze erre hogyan reagál. Kész-e arra, hogy a mai ember mai kérdésére megkeresse a mai érvényes választ, és ezt kommunikálja a világ felé, vagy nem kész rá? Erről beszéltünk a múlt alkalommal. Hát, ha most szétnézünk Magyarországon, és a vallási helyzetet megnézzük, akkor bizony, megint egy ószövetségi szóval hadd mondjam, bizony nagy tohuvabó van. Tohuvabó az ugye teremtés történetben puszta és kietlen, összevisszaság, ezt jelent. Nagy összevisszaság van. Inflációja van a vallás felekezeteknek. Ez a vallásos dömping, ami van, az azt jelenti, az adóhivatalnak veszem a statisztikáját, ugye ez egy pontos dolog. A 1907-es év végén ugye 144 egyház kapott valamilyen
1%-os hozzájárulást, mondjuk ennél több 160 valahány egyház van bejegyezve, de vegyük ezt a 144 egyházat. 20-30 még ilyen bejegyzés alatt lévő felekezet van. És ezek az egyházak vajon hogy lehet ezek között eligazodni egyáltalán? Egy kicsikét jobban megkapargatjuk ezeket az egyházakat, akkor felteszünk egy kérdést, és bármennyire tisztelek én minden véleményt, ezt a kérdést fel kell tenni. Ez a kérdés az, hogy vallásuk ezek, vagy gazdasági vállalkozások. Tudnék, ez a 144 egyház 740 millió forintot kapott az 1%-okból, és ezt még a kormány különböző adókedvezményekkel, különböző költségvetési normatívákkal 750 millió, nem, 7,5 milliárdra kiegészítette, ez viszont egy summás szép pénz. Érdekes módon ez azért gyanút kelt. Nyilvánosságra került a sajtóban is, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a jelentés ezzel kapcsolatban, egy mondatot olvasok belőle, egészen objektív szeretnék lenni. Azt mondja, a vallásos külsőségeket csupán az előnyszerzés érdekében alkalmazzák nagyon sokan, leplezve a demokrácia és jogellenes törekvéseiket. Közöttük néhány nem több vallási köntösbe bújtatott, profilorientált multinacionális vállalkozásnál. Sajnos ez a mondat nem túlzás, ez igaz. Na most, ugye első kérdés az, hogy meg kellene nézni, hogy miért van ez így. Most nagyon népszerű lenne, hogy mutogatnánk, hogy ilyenek az emberek. Ezt mi nagyon keresztények, nagyon szeretjük csinálni, ilyenek az emberek. Mert a mai világ, mert ugye, mikor, mi még, mert a mai világ ilyen gonosz. Ezt lehetne mondani, bizonyára van is benne igazság, legalábbis mi öregek úgy érezzük, de azért egy kicsit objektívebben kellene ezt a kérdést megnézni. Önkritikusabban. Valahol baj van azzal a működéssel, amiről az előző órán beszéltünk. Tehát a mai ember mai kérdésére mi vallások, és ebben minden vallást egyformának veszek most, persze ez csak egy elméleti egyformaság, valahol adósak vagyunk a válasszal. És ezért beáll egy tohuvahó helyzet. Ha jön egy akármilyen bolond ember, tud magának 100 hívet rögtön toborozni, és hogyha felemelnénk ezt a kvótát, akkor se történne semmi tulajdonképpen, mert ezek az emberek megmaradnának. Hát valahol egy kicsit a magunk házatáján is söpörni kellene. Jobban oda kellene figyelni a mai emberre. Ha tőlem megkérdezik, mint ilyen félig egyházi embertől, hívő embertől, de félig egyházi embertől tudnék, én most tanítok, és közvetlenül nem egyházi alkalmazásban vagyok, hogy mi a véleményem a magyarországi egyházakról amblok, a legkisebbtől a legnagyobbig. Én azt mondanám, hogy a valóság érzékünkkel van valami baj. Szóval nem érezzük úgy a társadalom valós helyzetét, mint ahogy van ez a helyzet. És ezen el kellene egy picit gondolkozni, én szerintem. Másrészt pedig ott van az anyagi érdek is. Szóval ma, amikor egy adóprés alatt vagyunk mindnyájan, ugye ezt azért el lehet mondani, ugye, hogy az adót nem szívesen fizetjük, akkor nagyszerű a vallás felekezetek státuszát megnyergelni azzal, hogy ezek alól az adó terhek alól kibújunk. Klasszikus példát tudok erre mondani, az első ilyen nem egyházi egyház, így szoktam mondani, vagy pseudovallás, ez a Boszorkány Szövetség volt. A Boszorkány Szövetség nagy gyorsan Szegeden bejegyeztette magát, nem azért, mert olyan hirtelen meg akartak térni, és egyház akartak lenni, hanem egy nagyon egyszerű ok miatt. A jóslásból nagyszerű pénzt lehet hozni. De hogyha én iparszerűen üzöm a jóslást, akkor azért adózni kell. Viszont, hogyha én boszorkány egyház vagyok, akkor a jóslást, mint egyházi istentiszteletet lehet eladni, és ez adómentes. Nem utolsó dolog. De hát vannak ennél finomabb példák is. Például, csak egy érdekességet mondok,
van egy ilyen, hogy Árkádia fényeinek spirituális egyháza, majd erről fogok beszélni, ez egyik kedvencem, vagy közösség a születés méltóságáért, erről is fogok beszélni. Ez azért is izgalmas, mert a 9. legtöbb 1%-ot kapta, és nem tudom megmondani, hogy miért egyház. Irtóra zavarba vagyok, minden vallástörténeti tanulmányaim ellenére, irtóra zavarba vagyok, ez mitől egyház? Most éppen ezért, mivel vannak ilyen kételjeim, egy kicsikét mélyebbre kell hatolni. Ennek vannak strukturális okai, hogy ez a helyzet kialakult. És ha megfigyelték, én ebben az előadásban nem ítéleteket szeretnék mondani. Szeretném, hogyha mögé látnának bizonyos folyamatoknak. És mivel nagykorú embereknek tartom önöket, remélem önök is engem, ezért gondolkodjunk el a jelenségeken, és a jelenségek között úgy lehet eligazodni, hogy a jelenségek okát látjuk. Tehát van egy baj, van egy betegség, akkor nem elég, hogyha az orvos azt mondja, hogy jaj, de borzalmas ez a betegség, besajnálom magát, mert ebben nem vagyunk kifizetve. Hanem az orvosnak a diagnózist fel kell tárni, és hogyha a diagnózis megvan, akkor kell törekedni a terápiára. De amíg nincsen diagnózis, addig nincsen terápia sem. Ne higgyenek az olyan orvosnak, aki azt mondja, hogy ja, kérem szépen, én nem tudom, hogy milyen baja van, de itt a gyógyszer biztos meggyógyul tőle. Higgyék el, hogy nem fog meggyógyulni senki ettől. Először a diagnózis okát kell, a diagnózis kell felállítani, a betegség okát kell megkeresni. Megint vissza kell térni ősi kedvenc témámhoz, a felvilágosodáshoz és Descartes-hoz. Descartes ugye járt Magyarországon is, ezt kevesen tudják, valaki megkérdezte, hogy ez a Descartes francia volt, és igaz, hogy járt Magyarországon, a múlt alkalommal kérdeztem, hogy igaz, hogy járt Magyarországon. 1621-ben Érsekújvár ostrománál ő is a ostromló seregek között volt. Igaz, hogy ez az Érsekújvár is ostrom jót tett Descartesnek, mert ekkor ábrándult ki a katonaságból, és soha többet nem lett katona. Úgyhogy győzött Érsekújvár, éljen. Szóval Descartes szokta azt mondani több könyvében is, hogy gondolkodom, tehát vagyok ez a híres cogito ergo sum. És elmondtam azt, hogy az egész felvilágosodás erre épült, hogy a gondolkodás ellenőrzés alá kell fogni az egész életet. Vagyis az általunk használt modell szerint a szociálist és a materiálist a gondolkodás alá kell fogni, eddig rendben van. A felvilágosodás azt mondja, hogy a spirituális annyira van, amennyire a gondolkodás ellenőrzés alatt van. Tehát a spirituálist, azt, ami megmagyarázhatatlan, ami irracionális az emberben, ami az ember irracionális énje, azt akarta a gondolkodás fogságába ejteni, és ez nem sikerült. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a felvilágosodás ki akar dolgozni olyan erkölcsöt, olyan szociális, materiális és etikai világot, amiben a gondolkodás uralkodik, ahogyan Petőfi mondja, hogy akkor lesz itt a Kánán, hogyha a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, ugye? 19. század költői. És ehhez egy jelszót hozott a felvilágosodás, ez a jelszó egyenlőség, testvériség, szabadság. Most ennek az érdekessége az ennek a három fogalomnak, hogy mind a három gyökeresen bibliai fogalom. Nem jutott eszébe egyetlen kínainak se soha, vagy egyetlen arabnak se soha, mert ez egy jellegzetesen bibliai gyökerű három fogalom. Az egyenlőség, hogy Isten előtt az ítéletben mindnyáján egyenlőek vagyunk, ez egy alapvető, minden keresztény felekezetben ott lévő elv. Testvériség, mindnyáján testvérek vagyunk, ez is közismert minden keresztény felekezetben. A szabadság pedig, hogy Jézus Krisztus megváltása szabaddá tesz bennünket, ez az új szövetségnek az egyik legnagyobb alapelve. Tehát mind a három bibliai gyökerű fogalom. És mivel a felvilágosodás idején elindult a szekularizáció, tehát a vallástól való elidegenítés a társadalomnak, megpróbált a felvilágosodás egy polgári erkölcsöt kiépíteni az egyenlőség, testvériség, szabadság elvében. Na most, mivel a spirituális szféra nem volt,
Ezért akik az egyenlőségre tették a hangsúlyt, azok létrehoztak egy olyan, most így mondom, pseudo, tehát hamis teológiát, ami az egyenlőségre épül. Ezt úgy hívják, hogy marxizmus. Vagy úgy hívják, hogy szociális igazságosság, amelyik az egyenlőségre teszi a hangsúlyt. Ugye még tetszenek emlékezni a fiatalok, nem, hál' Istennek, mi öregebbek emlékszünk rá, hogy ugye Marx azt mondta, hogy akkor lesz jó világ, amikor elveszünk mindenkitől minden magántulajdont, mert a magántulajdon minden bűnnek az oka, és akkor lesz majd egy köztulajdon, erről kiderült, hogy ez a közös ló, aminek tudják milyen a háta, és akkor hát majd mindenki olyan öntudatra fog ébredni hirtelen, hogy a közösből csak annyit vesz el, amennyire szüksége van, és akkor itt lesz már a Kánán, ahogy Petőfi mondta, ez a felvilágosodás egy alapvető dolga volt. Na most, ha megtetszik nézni, a marxizmus elkezdett egyszerre hirtelen vallásszerűen működni. Miért? Meg egy oka van. Az ember spirituális lény és a spirituális szférát nem tudom letagadni. Na most, hogyha én etikai elveket állítok, egy ilyen pseudoteológiát, ami a marxizmus, egy pseudoteológia felállítok, akkor az emberek ezt úgy fogják megélni, hoppá, ez egy vallás. Tessék megnézni. Tetszenek emlékezni? Még régi filmekből a fiatalok is láthatták. Mindig három kép volt a falon, nem? Méghozzá ilyen szép háromszögbe. Mint az ikonosztázionon, ugye? Mindig volt három szem. Aztán, tessék megnézni. Mindenki elvtárs volt, ez ugyanaz, mint a testvér. És tessék megnézni. Ennek a vallásnak is volt egy Rómája. Csak azt Moszkvának hívták, nem? Aztán volt egy pápája. Ez a párt első titkára volt. Igaz? De volt szenterekéje is. A Vladimir Ilicset most se lehet kilapoltatni a mauzóleumból, nem? Tessék megnézni. Voltak mártírjai. Voltak szent helyei. Volt körmenete, ez a november 7-e, május 1-e felvonulás. Ugye? Hittük a zászlót, meg a táblát. Jelszava. Volt eszkatológiája, hogy majd jön a kommunizmus. Három éves terv idején még azt mondtuk, hogy három év alatt elérjük a szocializmus, megvetjük a szocializmus alapját. Az utolsó öt éves tervről azt mondtuk, hogy ha ez az öt éves terv sikerül, akkor majd elindulhat az a folyamat, aminek a végén hosszú távon megvetjük a szocializmus alapjait. Tehát ebből az jön, hogyha csak a párthatározatokat nézzük, hogy általában úgy mentünk, mint a rák, hátrafele. Ideológiai. De ez teljesen vallás volt. És voltak körülöttünk olyan embertársaink, akik hívő kommunisták voltak. Én láttam nem egy ilyet. Ez egy hit volt. Tehát az az érdekesség, hogy ebből kialakult egy úgynevezett szekuláris vallás. De nem csak ebből, mert voltak, akik azt mondták, hogy testvériség. Ebből kialakult a nacionalizmus, különböző nacionalizmusok. Hát most nagyon divatos lenne a fasizmust mondani. Fasizmus is vallásszerűen működött, nem? Mint egy nagy evangelizátor úgy prédikált Hitler. Tetszettek filmen látni? És így tovább lehetne mondani, de a hétköznapi nacionalizmusainkat tessék megnézni. Vannak szent tárgyak, szent emberek, szent helyek, szent cselekmények. Ez vallásszerűen működik. És aztán nem csak azt mondjuk, hogy egyenlőség, testvériség, azt is mondjuk, hogy szabadság. Ebből meg különböző liberális hitek alakultak ki. A liberalizmusnak épp úgy megvannak ezek a szabad vallásos közösségeik, amiknek ugye éppen a botránkoztatás az egyik dolga, vagy egyedül eljutnak egészen odáig, hogy sátánizmus, stb. A liberalizmusnak is megvannak ezek a vallásszerű közösségei. Miért van ez így? Azért, mert hogyha a spirituális be akarom dugni a racionálisba, és azt mondom, hogy egyenlőség, testvériség, szabadság, akkor kialakul ez a nagyon érdekes pseudo-vallásos háttér.
Én a diákjaimmal ezt nagyon sokszor vizsgálom. Nagyon érdekes egy temetőt megnézni, munkásmozgalmi sírokat megnézni. Dorogon végig fényképeztem a szocialista részét a temetőnek, nagyon aranyos dolgokat láttam. Ugye a keresztbe beteszik az ötágú csillagot, de a keresztet úgy rejtik el, hogy az is ott legyen, mert biztos, ami biztos. Hát azért mégiscsak itt vagyunk Európában. És így tovább, ezer ilyen apróságot tudnék mondani, de nem ez most a témám. De azt hiszem, ez a pár példa is megerősítette azt, hogy ha most megnézzük a mostani vallásinflációt, akkor arra kell rádöbbennünk, hogy vannak azok a vallások, amiket vallásoknak vehetünk, majd erről fogok rögtön beszélni, ami igazán érdekes a mi számunkra, és van egy csomó úgynevezett pseudo-vallás, hamis vallás. Például van egy csomó nacionalista indítatású vallás. Például az előbb emlegetett nagyon nagyszerű egyház, a nacionalista indítású egyház, ez a nemzeti önbecsülésünk hagyományaira létrehozott metafizikai hagyomány egyháza. Ez a metafizikai hagyomány egyházának van a honlapon, megnéztem, kiírtam, mert egyszerűen ezt nem lehet megjegyezni, mert olyan blabla szöveg. Én sok mindent elviselek, mert dolgozatokat javítok, mint tanár. Ilyen szöveget már régen olvastam. Elolvasom. A metafizikai hagyomány centruma intézmény feletti értelemben mindig létezett és létezni fog, lényegében függetlenül attól, hogy létét az emberi világban megerősítik-e vagy sem. Minden centrumnál ősibb és eredettibb, mert azt a valóságot, valóság feletti valóságot szimbolizálja, azt a valóságot, valóság feletti valóságot szimbolizálja, testesíti meg centrum képében, amely minden nagy történelmi vallás és minden nem intézményesült tradíció szellemi, amivel minden nem intézményesült tradíció szellemi kapcsolatban áll. Hú, borzalom, nem? Na most, ez a vallás például miért jött létre? Ilyen tóvabót lát az ember, akkor mindig, én bennem van egy ilyen vadász ösztön, hogy van egy ember, valószínűleg egy józan ember. Miért gondol ilyen? Miért gondol ilyen? Nekem soha se jutna eszembe, hogy döglött lónak jut ilyen eszébe, gondolja az ember. Hát én nekem ilyen nem jutna az eszembe, de miért? Mi ennek az oka? És én próbálom őt tisztelni úgy, mint embert. Hát őnek biztos van valami oka, amiért. És elkezdtem olvasni a honlapját, és akkor ilyeneket olvasok. Magyarságnak, a valóságnak megfelelően az időbeli áttételek és fokozatok figyelembevételével a lehető legmagasabb rendű eredetet kell tulajdonítanunk. És akkor elmondja azt, hogy vannak emberek, és azon felül ott a magyar. És akkor rögtön valamit kezdtem érteni. Mi országunk átélt 20. században elég sok nagy görcsöt. És nem akarom sorolni, mert ez a történelem átment rajtunk, meg a szüleinken, ez az egész volt, Trianon, stb. Nyilvánvalóan az ember egy olyan lény, aki kompenzálni akar. Ebben megnyilvánul egy nacionalista kompenzáció. De ugyanilyen, másik ilyen vallás felekezet az, aminek egy vallás felekezetnek van, érte három vallás felekezetnek van egy darab főnöke. Elsorolom ezeket a vallás felekezeteket. A nap szíve lovagrend, a Szófia Penneris egyház, a szív szeme kontemplatív rend. Ennek egy Orosz Mihály Zoltán a főnöke mindegyiknek, és a központja egy olyan nagy világvárosban van, egy polgármester ez az Orosz Mihály László, akinek az egyházgyűjtő tevékenysége az Érpatakra megy, Érpatak egy kis falu, úgy kerestem a térképen, hogy csak nem még megtaláltam nagy nehezen ezt az Érpatakot. Itt van három világegyház, és elmondja azt, hogy az ő feladatuk az, hogy mi magyarok meg tudjuk váltani az egész világot, mert olyan szellemi energiánk van, aminek a kisugárzását mi a nyugati világra és a keleti világra, itt középen a világ közepén tudjuk sugározni, és akkor majd akkor lesz boldog a világ, ha. Most ebben a pillanatban én értem ezt a derék úriembert, és én tényleg nem poénkodni, vagy nem
csúfolni akarom ezt az embert. Voltak nemzeti traumáink, és a nemzeti traumából úgy is lehet gyógyulni, hogy keményen összeszorítom a fogam, levonom a tanulságot és dolgozom, csak ez fáradtságos. Lehet úgy is, hogy egy illúziót építek. Ez is egy út, nem? És ő az illúzió útját választotta. Aztán van például olyan egyház, amit én nem is tekintek egyháznak, de ilyen más is tudnék még ebben a nacionálisban, még ez is az Árkádia fényeinek spirituális egyháza, már emlegettem. Ezek meg minden szilveszterkor egy fehér lót áldoznak, de most egy bírósági ügy van, mert az állatvédők azok beperelték őket, hogy szegény fehér lovakat leöldösik itt szilveszterkor, és ebből van a hajcihő. Na, tetszenek érteni. De mondok egy nagyon érdekes dolgot. Megszületett 1902-ben, egy bejegyzett egyház, aminek a pontos neve közösség a születés méltóságáért. Ez az egyház neve. Közösség a születés méltóságáért. Honlapjukon a következő áll. Azért tekintjük magunkat vallásfelekezetnek, mert a születés egy vallásos esemény, és a köldökzsinór elvágása a legnagyobb istentisztelet. Ezzel még én etikailag egyet is értek, és nagyon sokan egyet értenek, mert tessék megkapaszkodni. Ez a vallás felekezet kapta az 1%-okból a 9. legtöbbet. Megelőzve sok nagyobb történelmi múlttal rendelkező, nagyobb szociális befolyással bíró közösséget. 9-ek lettek. Ha pénzbe tetszenek, vagy számba gondolkodni, abban is készültem. 6074 ember adta az 1%-át oda, és ez 27,5 millió forintot jelent. Na most, azt mondják, csak ennyi a hitvallás, a születés nem csupán élettani folyamat, hanem szakrális cselekmény. És ezért, akik a születés szakralitásába hisznek, azok ennek az egyháznak legyenek a tagja és támogató. Most ez nyilvánvalóan egy nagyon szép dolog, mert én is a születést egy nagyon nagyszerű dolognak tartom, alig várom már, hogy a lányom 9. unokámat világra hozza, és izgulok, mert holnap megy az utolsó felülvizsgálatra, és stb. Én ezt tényleg így hiszem, de ez nem vallás. Most vallás azért lehet, mert van egy szekularizált embertömeg, aki akar valamiben hinni. Üres a feje fölött az ég. Legalábbis ő úgy éli meg. És akkor jön valaki, és nagyszerűen forintosítja ezt a hitet, és elindul valami. Ne tessék tévedni, én hiszem azt, hogy ezek nagyon böcsületesen felhasználják majd ezt a 27,5 millió forintot, nagyon nemes célra, csak itt valahol baj van ezzel a fogalommal, hogy vallás. Ezért van ennyi inflálódott vallás. De a csodabogarakat elhagyom, amelyek tulajdonképpen hiánybetegséget tükröznek, megint az a kérdés jön. És mi keresztények? És mi egyházak? Miért nem tudjuk határozottabban azokat az igényeket helyes irányban kielégíteni, amely igények ezekhez a tiszavirág életű vallásközösségekhez viszik az embereket, mert azt kell tudni a vallástörténetből, hogy mindig volt nagyon sok egyház, és mindig úgy van ez, mint mikor ősszel lehull a mag a tölgyfáról, hogy abból nem lesz, mint tölgyfa. Csak akkor lesz belőle egyház ezekből, hogyha az egyetemes keresztény tradícióval, vagy az egyetemes vallásos tradícióval egységbe tud lépni, és egy olyan újat tud hozni, ami a mai ember mai kérdésére mai válasz, egy olyan reformatív felismerés, és ki tudja építeni azt a harmóniát, azt a négyes harmóniát, amiről beszéltem az elején. Ezeknek a vallásközösségeknek a többsége, nem merem mondani, hogy 100%-a, de nagyon sok százaléka, nem is törekszik el. Nem is látja ezt. Ezek divatok.
jól fizető gazdasági divatok. Ezért én ezekről többet nem is akarok beszélni, mert ennél van egy fontosabb dolog. A létező valós vallásfelekezeteket Magyarországon, amelyek nem ebbe a megélhetési vallások funkciójába tartoznak, 5 csoportba lehet osztani. Melyik ez az 5 csoport? Ez az 5 csoport nem értékrend, hanem egy szociológiai rend. Méghozzá egy olyan szociológiai rend, aminek egészen objektív alapjai vannak. Elsorolom az 5-öt, és egy kicsit próbálom jellemezni őket, és majd megpróbálom egy kicsikét rendbe tenni ezeket a szálakat. Az első, azokat úgy hívjuk, hogy történelmi egyházak. Persze ez a név nem jó, mert minden egyház történelmi egyház, végsősorban mindegyiknek van történelme, nagyon sok olyan vallásfelekezet van, amelyik történelmi, mint sok történelmi egyház. De így szoktuk hívni a történelmi egyházakat, aminek az a jellemzője, hogy ezt nem én választom, hanem ebbe beleszületek. Tehát szociológiai az a jellemzője, hogy tőlem nem kérdezi meg senki, beleszületek, egy vallásos közösségbe. Gyerekkoromban megkeresztelnek, és aztán vagy eljárok konfirmációra, illetve bérmálkozásra, vagy nem, mert azzal leszek az egyház tagja. Ezeket úgy szoktuk hívni, hogy népegyházi keretben lévő egyházak. Ezek durván mondjuk a 70-es évekig lefették majd az egész társadalmat, most érdekes módon 90 óta egy nagyobb szekularizáció van, és már egy elég jelentős százalék, egy olyan 20% a társadalomnak nem tekinti magát még formálisan sem, egyetlen történelmi egyházhoz tartozónak se, mert a diákjaim között nagyon sokszor találkozom ilyenekkel. Kislány azt mondja, hogy nem tudja, hogy milyen egyháznak a tagja, mondom, és a nagymama, hát azt mondja, hogy az 19-es kommunista volt. És a papa, az újpesti, ez egy konkrét eset, az újpesti pártitkár, nem az újpesti, hanem a diósgyőri pártitkár volt. És pártházasság volt. A házasság soha életében nem volt templomban, viszont olyan 5-ösre vizsgázott Bibliából, hogy ihaj, és akkor megkérdeztem tőle, hogy honnan tudod. Jaj, azt mondja a tanár úr, de izgalmas a Biblia. És ilyenkor érzi az ember, hogy nem hiába él. Nem? Tehát van egy jelentős, teljesen szekularizálódott tömeg, de ezt a többi részt, legalábbis a 80%-át az országnak lefedi történelmi egyházak sora. Na most, a történelmi egyházakra az a jellemző, hogy Magyarországon 10% körüli azoknak a száma, akik aktívan ahhoz a történelmi egyházhoz húznak, csatlakoznak, ott vannak, amiben beleszülettek. Ez a nagyvárosokban, mondjuk Budapesten rosszabb, Budapesten, a budapesti reformátusságnak tudom az adatát, pontosan a tavalyit, 1,2%. Tehát az, aki népszámlálás szerint reformátusnak mondja magát, és az, aki valamelyik budapesti gyülekezetnek a tagja, legalábbis gyülekezeti nyilvántartásba szerepel. Ezek az egyházak ugye közismertek, két nagy csoportra lehet osztani, illetve három nagy csoportra lehet osztani, mondjuk így. A nyugati típusú keresztények, ezek a római katolikusok és a görög katolikusok, akik híd a keleti típusú keresztények között, ezek az ortodoxok. Magyarországon 4 szervezett ortodox egyház van, kb. 50 ezer ortodox van, és az 4 egyházba tartozik. Van egy magyar ortodox egyház, amelyik most a Válófélben van. Azután van egy román ortodox, szerb ortodox egyház, és van egy bolgár ortodox egyház, 2 egyházközség. A görög katolikus egyházról szóltam, amelyik híd tulajdonképpen, tehát keleti ritust követ, és a nyugati egyház része. És van a protestáns blokk, 3 protestáns egyházat szoktak a történelmi egyházak sorába sorolni. Ez a
evangélikus, református és unitárius egyház, most időrendi sorrendben mondtam, nem nagyságszerint református, evangélikus és unitárius egyház. Ez ugye viszonylag közismert a vallásos emberek előtt. Van a vallásfelekezetnek egy másik csoportja, amit Magyarországon helytelenül kis egyházaknak szoktak mondani, aztán mondanak szabad egyházaknak, evangélium protestáns közösségeknek épp úgy, és mondják új protestáns egyházunknak is. Ezek az egyházak úgy jöttek létre, hogy a felvilágosodás nagy-nagy vákuma, amit elmondtam, az egyház történelmnek ez az egyik legnagyobb fordulata volt. Felvilágosodás után alakultak ki ezek az egyházközösségek úgy, hogy ők megtartották a régi örökséget. Európában általában a régi puritán örökséget. Tehát megtartották a Bibliához való hűséget, a Biblia elfogadását, és nem akarták racionalizálni a Bibliát. A másik jellegzetességük az, hogy szembefordultak a népegyházi kerettel, hanem azt mondják, hogy a tagjaik csak azok lehetnek, akik önként, szabad elhatározásból, felnőtt korban csatlakoznak az egyházhoz. Rendszerint úgy, hogy megkeresztelkednek. Na most ez egy kicsikét magyarázatra szól. Egy történelmi egyházhoz tartozó, azt mondja, először megkeresztelem a gyereket, mert biztos, ami biztos. És utána majd, amikor eljön az időszak, hogy már meg is érti a hitet, akkor hitre tanítom, tehát konfirmálom, vagy pedig bérmálom a gyereket. A szabad egyházaknál ez fordítva van. Először megtanítom a hitet, és hogyha ő szabadon dönt, akkor ennek a szabad egyháznak a tagja lehet. Azért mondom feltételes módba, mert nem egyháznak, hanem egy konkrét gyülekezetnek a tagja lesz, és ez a gyülekezet tulajdonképpen egyház fegyelmet gyakorló szervezet. Itt ne a fegyelemre tessék gondolni, hanem az, hogy a szabad egyházok azokat tartják nyilván, vagy a új protestáns egyházak azokat tartják nyilván, akik aktív gyülekezeti tagok. Most ebből mi következik szociológiailag? Szociológiailag az következik, hogy van egy falu. Van benne 1000 evangélikus mondjuk, vagy 1000 katolikus, vagy 1000 református. Akkor az a valószínű, hogy ennek 10%-a, tehát 100 ember jár általában az istentiszteletre, sem minden vasárnap, de a nagy ünnepeken azért ez a 100 ember ott van. Ez a 10%. Ugyanebben a faluban van egy baptista gyülekezet, akinek 100 tagja van. De egy vasárnap ez 300 embert jelent. Azért, mert ugye a gyerekek nincsenek benne, és azok ott vannak. Nagyon sokszor a családból az egyik fél tagja a gyülekezetnek, a másik nem. Népszámláláskor viszont oda tartozónak vallja magát, mert hát a vallással ott van kapcsolata. Ezért van az, hogy a népszámlálásnál a szabad egyházak mindig többé jött ki a népszámláláskor, mint ahány tagot nyilván tartanak a szabad egyházak. Ez nagyon érdekes módon így alakul. És még van egy jellegzetessége. Ezeknek a kis egyházaknak a tagjai azzal élik meg a vallásosságukat, hogy aktívak. Tehát nem passzívan eljárnak az istentiszteletre, hanem az istentisztelet mellett a hétköznapi életben is aktív tevékenységet végeznek. Lehet ez szociális, kulturális, stb. Tevékenység. Ez a szabad egyházi csoport. Eddig stimmel, és eddig áttekinthető az egész. Ezt körülbelül úgy szokták is tudni. De még van 3 csoport. Van egy olyan csoportja az egyházaknak, amik az egyház fejlődésének, ugye, mert minden fejlődik, ami él, nem győzöm mondani, a szupernova korszakában van. Ez rendszerint úgy jön létre, hogy van egy nagy hatású ember, karizmatikus ember, ezt így szokták mondani, aki körül kialakul egy csoport. Ez a csoport, ez nem hoz létre egy szilárd szervezetet,
hanem egy mozgalmat hoz létre, ezek ilyen mozgalmi jellegű egyházak, van egy pár jelszó, van egy pár célkitűzés, és akkor ebből a mozgalomból lesz valami nagy szupernova robbanás, és ebben megférnek különböző nézetek, különböző tanítások, nincsen semmiféle gyülekezeti kötöttség, stb. Tehát ezek nem tekinthetők szabad egyháznak, nem tekinthetők történelmi egyháznak, hanem ilyen mozgalmi jellegű egyházak. Többek között ilyen a hídgyülekezete is. Mondjuk a hídgyülekezeténél az az érdekes, ezért be akartak terelni, én megnéztem a hídgyülekezetének indulásától ismerem őket. Tulajdonképpen azok a tagok, akik a MAP-hoz tartoznak, azok nem voltak többen, hogy 1000-nél. És körülbelül 25-30 ezer embert mozgattak meg. Most én ott lakom közel a hídgyülekezetének központjához. Tudom azt, hogy egy csomó srác eljár a hídgyülekezetbe, azért mert jó muzsika van, azt mondják, és kész. Sokan elmennek, mert ez egy jó buli, így mondják, és kész. Na most, semmi negatív dolgot ne tessék, én nem egyház kritikát tartok, csak jelenségeket mutatok. Most ennek az a következménye, hogy egy ilyen mozgalmi jellegű egyház elkezd a történelem útján járni, előbb vagy utóbb rendet kell teremteni, nem? Előbb vagy utóbb meg kell húzni a határokat. És ez mindig azzal jár, hogy feszültség. És az a nagy kérdés, hogy vajon megtalálják-e azt a magot, ami beleillik az egyetemes keresztény tradícióba, megtalálják-e azt a pontot, ahol be tud illeszkedni az egyetemes keresztény tradícióba ez az egyház, vagy pedig nem. Ha nem, akkor meghal a nagy alapító, és szétszéled a nyáj. Ha igen, akkor viszont a szabad egyházak modellje szerint kell rendezni a soraikat, ami viszont feszültségekkel jár. Hadd mondjam azt, hogy a hídgyülekezetében volt egy élményem. A hídgyülekezetével először én még a rendszerváltás előtt találkoztam, úgyhogy megjelent a hídgyülekezetének alapítója Németh Sándor, ugye tudják, másik két emberrel, nem mondom meg, mind a kettő most országgyűlési képviselő, hogy ők akarnak egy egyházat. Én akkor a Szabad Egyházak Tanácsának az alelnöke voltam, mint adventista elnök. Hát mondtam, hogy uraim, hát azt mondják, ők azért jöttek, mert nincs véletlenül egy pecsét, vagy valami, ők átvesznek akármilyen egyházat gyerünkben. Ez nem úgy van, hát ezek ezért történelmi tradícióval alakult, nekik mindegy. Most ez a szupernova egyházi létnek a sajátja. Na most, utána az lett, hogy volt egy rádióriport, van, aki talán még emlékszik rá, valami szekéren a mennybe, valami ez volt, a Petőfi Rádió ment egy egyórás riport, még a rendszerváltás előtt, 88-ban, óriási botrány lett belőle. Minden egyház tiltakozott, tudniük, ez egyik fiú azt mondta, hogy ő, amikor a kis mellékhelységbe ül, akkor zuhan rá a Szentlélek. És hát egy óriási botrány lett szerencsétlen gyerekből. És akkor a botrány miatt a rádió meghívott bennünket, négyünket, hogy beszéljünk. Egy egyházügyi hivatalos volt, egy rádióriporter volt, és a Gecse Guszti volt, tudom. Mi négyen voltunk ezen. És akkor én erről a következőt mondtam, hogy kérem szépen, én tisztelek minden hitet, én semmi rosszat nem akarok rájuk mondani, de azt tudom, hogy 10 év múlva óriási feszültségek lesznek, mert el kell indulniuk valamilyen irányba, amelyik hasonlít az új protestáns egyházak irányához, és ez abban fog járni, hogy belső szakadás és feszültség lesz. Mit ad ég? 10 évvel később naptára pontosan megjelent a Partusnak a Festvan című könyve. És akkor kivált egy csoport a hídgyülekezetéből, és akkor jöttek, hogy én proféta vagyok. Mondom, te hogy vagyok proféta, csak proféta fia se vagyok, ugye a Biblia szerint. Én csak tudom ezt a törvényszerűséget. De ez minden ilyen szupernova jellegű egyháznál van. Nem csak ez van, vannak más karizmatikus ilyen szupernova egyházak, általában ott vannak most, de a történelem során nagyon sok volt ilyen már, azt lehet mondani, hogy az egyház történelem minden korszakában. Kiderül az, hogy van-e sejtmagja ennek a sejtnek, vagy csak mollaterhesség. Ezt a hölgyek tudják, hogy mi az a mollaterhesség, amikor csak burjánzik a sejt, és nem pedig fejlődik. Adja jó Isten, hogy ezek azért normális egyháza alakuljanak, én ezt mondom nagyon nyitott szívvel.
Van egy negyedik csoport. Ez a negyedik csoport megint más. Ezeknél van egy szilárd szervezet, és nem is egyházszerűen működnek, hanem zárt körű klubként. Mondok én ilyeneket. Aranyrózsa keresztesek. Vagy ilyen szilárd klubként működik a Jehova tanúinak a csoportja. Ilyen szilárd klubként működik a mormonoknak a csoportja. Ezeknek általában az a jellemzőjük, hogy a hitük alapja a Biblia, a keresztény hagyomány, meg még plusz valami. Ezekből is van egy egész sereg és egész csomó. Most a mormonok azért jó példa. A mormonok 1880-ban már egy nagyon jelentős missziót kezdtek Magyarországon, nem lett belőlük semmi. Miért nem? Nagyon egyszerű, nem volt rá társadalmi igény. Most viszont van. Megint az a dolog, hogy tessék nekünk keresztényeknek odafigyelni. Nem arra, hogy hogy bántom a mormonokat, senkit nem szabad a hitért bántani. Hanem hol van az az igény, amit ők ki tudnak elégíteni, meg nem. Tessék tanulni tőle. Tessék az egyetemes keresztény tradícióból megkeresni azt, hogy mi ez, mi erre a gyógyszer, az orvosság. És az ötödiket is elmondom nagy gyorsan, mindjárt letelik az időm, és még némi tanulságot is szeretnék levonni belőle. Ez az ötödik a nem keresztény vallások európai missziója. Hare Krishna, iszlám irányzatok, buddhista irányzatok, és számoltam valami 20-valahány, 27-28 buddhista irányzat él Magyarországon. Buddhista teológiai főiskola van Magyarországon, stb. Hare Krishna az a hindu vallásnak egy európai zárt változata. Megint fel kell tenni a kérdést, hogy miért? Miért? Mi az ok? Ez az öt szociológiai csoport létezik. Nem mérhetők össze. Egyszerűen számmal nem fejezhetők ki. Sok minden van, amit számmal ki lehet fejezni, ezt nem. Aktivitásuk más. Társadalmi beilleszkedésük más. Isten, ember, világ, tehát a spirituális, materiális, szociális szférában való jelenlétük más. Hogy egy érdekességet mondjak, a buddhisták nagy része azt mondja, hogy ők nem vallás, és ők ateisták. És akkor kapkodom a fejem, mert keresztényül gondolkodom, hogy ateisták. Hát ők Buddhába hisznek, ami egy filozófia. Ők egy elvbe hisznek, és nem szemébe. Na most, hogyha megnézem a buddhizmust az eredeti, ázsiai formájában és az európaiban, én ázsiai buddhistákat párat jól ismerek, jó barátaim, egyetemi tanárok, azt mondják, ez nem is hasonlít az európai buddhizmus arra, ami ott van. Ez azért van, mert ez egy válságjelenség. Megint nem szidni kell őket, hanem válságjelenségnek kell tartani. Az utolsó kérdésem az, és itt fejezem be, és akkor ez a deviáns, nem deviáns, hogy is van. Én úgy gondolom, nincs ember a Földön, aki valakinek a hitét leszólja. Ezt én se akarom. Soha nem akartam. Természetesen én nem tartom igaznak minden ember hitét. Még a kereszténységen belül se. De ez nem jogosít fel engem arra, hogy az embereket leszóljam, nem? A második tételem az, hogy jogi eszközökkel, törvényekkel sok mindent lehet szabályozni, de az ember spirituális kapcsolódását ahhoz a valakihez, aki a feje fölött van, vagy valamihez, mert ilyen is van, ami a feje fölött van, ezt nem lehet. Hát akkor mi az, hogy deviáns? Nagyon sok vallásfelekezetet régen deviánsnak tartottak. Többek között, van egy vallásfelekezet, biztos hallottak róla, az üdvhadsereg, akik egy szabadegyházi közösség, arra szerveződtek katonai fegyelemmel, hogy a nyomoron segítenek. Ez nagyon fontos volt. Magyarországon is vannak nagyon remek, derék emberek. Svájcban az 1880-as években mint deviáns felekezetet üldözték őket. Ostobaság volt. Akkor
nincsen deviáns felekezet? Én azt hiszem, nem a felekezetek devianciáját kell nézni. Ha egy ember nem tud adni a másiknak, a mellette lévőnek, ha nem tudja ezt a négyes dolgot produkálni, legalábbis a szociális dimenziót, társadalmi dimenziót, intellektuális dimenziót, hanem végső soron szembeállít embereket az egésszel, akkor ez deviáns cselekedet. Ezt nem vallásfelekezetek betiltásával kell megoldani, hanem az illető embert kell elővenni, mint egyedet. Tehát, hogyha van egy csirkefogó, akármilyen vallást mondhatok most ide, vallású ember, akkor nem a vallása a csirkefogó, hanem ő a csirkefogó. És nem a vallását kell büntetni, hanem őt kell büntetni, ha megérdemli. Őt kell jobb belátásra szenderíteni. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont van ennek egy másik oldala is. Én nekem nyitva kell állnom mindig az alapokra, az egységes keresztény tradícióra. Éppen ezért új vallásfelekezet, ha alakul, és ez valódi vallásfelekezet, nem megélhetési vallásfelekezet, akkor mindig arról van szó, hogy vissza kell térni ahhoz a forráshoz, ahonnan elindultunk. Erasmus volt az, aki kimondta azt a nagy elvet, hogy ad fontes a forráshoz, vissza a forráshoz. Visszatérek a forráshoz, ott kell tájolnom. És ezt a példát már elmondtam, amikor gyerek voltam és köröztek, a múlt előadáson elmondtam, emlékeznek, akkor Fáji bácsi, az öreg turista, azt a tanácsot adta, fiam, ha eltévedsz, akkor ne előre menj a fejed után. Menj vissza a forráshoz és tájékozódj. Mert érvényes választ adni Európában a mai ember mai kérdésére csak úgy lehet, hogyha a forrástól tájékozódok. Ez nem csak a hívő ember mondatja velem, hanem ez az egyháztörténelem tapasztalata. Egyetlen olyan vallásfelekezet nem maradt meg, amelyik azt mondta, hogy félreteszem az egyetemes keresztény tradíció alapját, a Bibliát, és én majd valami mást hozok. Ezek mind sejtmag nélküli burjánzások lettek, és előbb vagy utóbb végük lett. Éppen ezért az én életemben is ez a tájékozódási alap. Ha én el akarok igazodni, akkor azt mondom, hogy itt a forrás. Nézzük meg. Ez a forrás mindig megítél minden létező vallásfelekezetet is. Nem biztos, hogy tanításba, de gyakorlatban igen. Tehát a Biblia kettős hasznú könyv. Egyrészt megmutatja azt, hogy én hol térek el a normától, tehát megítél engem, és ugyanakkor utat mutat, hogy merre mehetek a megváltás útján előre, nem? Ezt minden egyház felekezet egyformán hiszi. Éppen ezért ad fontes vissza a forráshoz. Jó öreg Erasmus példája nyomán. És akkor kiderül az, hogy tudom becsülni a másikat, és hogy hogyan, erről a következő órán lesz szó, amikor arról beszélek egy hét múlva, hogy valahol ökumené, vagy pedig egyedül üdvözítő egyház, mi a megoldás. Nem árulom el, mert akkor nem tetszenek eljönni.